Kalicki László és Nagy Károly talán a két legrégebb óta folyamatosan praktizáló tréner a magyar férfi élvonalban. Nem csak ellenfelek, de nagyon jó barátok is. Ki mást kérdeztünk volna kettejükről, mint azt a Balogh Zsoltot, aki mindkettőjükkel sokat készült, és akiről akkor edzője a Plernél már 2009-ben is ódákat zengett. A Balogh Zsolti, őt is régóta ismerjük, Orosházáról hoztuk, nagyon régóta fenn van a felnőtt keretnél, a Kotormán Attila mögött nőtt fel. Ő egy nagyon hasznos játékos, elsősorban támadó játékos, nagyon komoly kézzel rendelkezik. Ez a labda nélküli üresbe lemozgások, a védekezésbe egy kicsit a részvétel, ezeket kéne csiszolnia, és akkor azt mondom, hogy egy nagyon komoly játékos lesz ő belőle is. Nos, nem mondunk nagyot, ha azt állítjuk, a csiszolás az elmúlt 3 évben igen jól sikerült, egy hősünk ma már hozza mindazt, amiben 2009-ben még csak reménykedett. Na de vissza a mai mérkőzéshez. Mit kell tudni a ma már a Gyöngyösnél sikereket elérő Nagy Károlyról? Ő egy külön stílus. Úgy gondolom nem csak Magyarországon, ezt ő is tudja magáról, tehát ezzel nem is értem meg. Neki van egy különleges stílusa, amit hogyha el tudsz viselni, akkor nagyon jó. Én nekem ezzel nem volt problémám, be jó edzőnek tartom. Mondom, ez a különleges alak, tehát tényleg a kézilabdának egy ilyen egyéniség ezzel a stílussal, amit ő képvisel. Hősünk nyáróta Skalicki mester kezei között pallérozódik, így első kézből tud már nyilatkozni a mai vendégek vezéréről. A mester az egy kicsivel másabb, mint a Karcsi, kicsit pedagógusabb. Nála nincsen ilyen csúnya beszéd, vagy nem olyan formában, persze néha kicsúszik, ugye. Sok hasonlóság azért is van bennük, ugye jó barátok, azt hiszem talán most a Karcsa Skala Padawanja a edzői iskolában, úgyhogy mindenképpen van köztük hasonlóság, de viszont ugyanakkor teljesen másak. A mester, ahogy mondtam, egy kicsit pedagógusabb jellegű, talán kicsit többet foglalkozik a felkészüléssel. A Nagy Karcsi egy kicsivel lazább, úgy gondolom, és a mester egy kicsivel keményebb. Balogh Zsolt tavaly még Gyöngyösön játszott, így vegyes érzésekkel várja a mai összecsapást. Sok barátom van a mai napig Gyöngyösön, szerettek ott, úgy gondolom, a tavalyi évfolyamán, én is szerettem ott lenni. Mindenképpen várom ezt a mérkőzést, találkozok a tavalyi játszótársakkal, barátokkal. Jó mérkőzés lesz, és remélem, hogy nyerünk is.